15 óriási méretű fotó díszíti a soproni rondellát. A képek a fotóművészeti kör 10 éves jubileuma apropóján kerültek a várfalra. Témája az én, mi, a fotográfusok önmagukat igyekeztek sajátos látásmóddal ábrázolni. A kiállítók között van kollégánk Hajner István operatőr is. 15 kép, 15 alkotó. A 10 éves soproni fotóművészeti kör így mutatkozik be a közönségnek. A tagoknak sokat jelent a szakmai közösség. Sokat, szemléletet, és főleg egy nagyon jó társaságot, aki egymást alakítja és panolja fel jobb nem fotókra. A kislányával együtt nyilatkozó fotográfus természetesnek tartja, hogy a most készült én fotón helye van élete értelmének is. Én képen az kép lett volna, hogy az élete manapság csak róla szól, ezért egyértelmű volt. És más nem is jutott eszembe, hogy őszinte akarok lenni, akkor csak ez lehetett. A 10 éve néhány fotográfussal megalakult szakmai körhöz az elmúlt években több fiatal is csatlakozott. Őket befogadták az öregek. Aki szereti a fotográfiát, azt a fajta fotózást, amit mi is művelünk, és úgy gondolja, hogy ez neki jó, akkor hát miért mondjuk azt, hogy ide nem lehet bejönni, dehogy nem. Egyikünk sem akarja másikat megváltoztatni. Mindenkinek megvan a saját egyénisége, elképzelése, a többiektől csak egy véleményt kap, amit utána fel tud dolgozni, és ezt akár a legrosszabb véleményt is abszolút pozitívan fel lehet dolgozni. Az én képet ezért mindenki úgy fogalmazta meg fényképezőgépével, ahogyan az neki természetes. Volt, akinek az én képe elhunyt édesapjához kötődik, aki ma már csak szobortöredékben tud megjelenni. 16 évvel ezelőtt készült ez a kép, és eddig még nem volt kiállítva, épp ebből kifolyólag, mert ugye gyakorlatilag mindenki ráismer, hogy én vagyok, de végső soron nem én vagyok, hanem apám, de ilyen úton módon ugye én vagyok. Tehát ez lehet, hogy egy kicsit nyakatekert csalás az egészben, és a lényeg az egészben, hogy amikor én ezt lefotóztam, ugye én akkor fedeztem fel a hasonlóságot, tehát én ezt csak úgy fotóztam le, hogy ez egy töredék apám fejszobrában, amióta azóta restaurálva volt, meg lett csinálva. De hát ugye ezt aki látta, az mindenki azt mondta, én vagyok, és hogy csináltam ezt. Tehát, hogy rólam készült szobor, vagy ez Photoshop, és nem mondtam, bevallottam őszintén, utána mindenkinek, hát ugye az édesapámnak a képe. Nekem abból szempontból volt könnyű, mert nem direkt erre készült a kép, tehát nem erre a feladatra, hanem az Álomfirkás sorozatomnak egyik darabját hoztam el erre, amit úgy éreztem, hogy pontosan illik erre a mi én témára. A fotókör elnöke szerint a fiatalok vagy később érkezők igyekeznek megfelelni a fotoművészek elvárásainak. Alkotásaik mégis mindig önmagukat is tükrözik. Az én világban elfoglalt helyem a következő, hogy víz alatt vagyok, bár nem fuldoklom, de néha a levegő után kapkodok. Egyrészt ez, amilyen a helyzet körülöttem, ami a helyzet körülöttünk. Egyrészt erről szól ez a kép, másrészt pedig engem nagyon érdekel, vagy nagyon tud motiválni, idézőjelben mondom, hogy világok között átjárni, és ezt is tükrözi az a kép. Tehát szárazföldről vízre, vízről szárazföldre, tehát szárazföldről vízbe dugva a fejünket körülnézni ott, illetve fordítva. A fotókörnek vannak egészen friss tagjai is. Ők bevallottan még sokat fejlődnének. De fontos számukra, hogy képük felkerült egy nyilvános központi helyre, ahol bárki megnézheti. Az ember magát fejleszti, az egy dolog, de hogy mások is segítenek, és egy csapat tagja lehetek, azért az így ösztönöz valamilyen szinten. Ugye, ahogy végignézünk a képeken, elég sokszínű a társaság, hogy látszik is, és szerintem minden egyes fotós tud valami újat mondani a másiknak, és ezért is szerettem volna körtagja lenni. Ugyanakkor az idősebb fotográfusok is nyitottak a fiatalok látásmódjára. Azt mondják, számukra is tanulási folyamat a szakkör látogatása. Inspirációt, új szemléletet kapnak tőle. A tárlat megnyitóján Bősze Balázs költő kiemelte a nem mindennapi helyszín fontosságát, ahol az utca embere szembe találkozik a művészettel. A bástya pedig történelmet tükröz, amire akaratlanul is rávilágít a tárlat. Az üzenetek sorában most én, mi a mondani való, az alkotó énje, egyénisége és összetartozásának képi megfogalmazása a közösséggel. Amint állítjuk, a művészet a kollektív öntudat része. A soproni várfalra felkerült 15 fotográfia, mindegyik darabja egyedülálló, saját hangot megütő alkotás. A képek szeptember 3-áig láthatók a rondellán.